szimfónia. 75 esztendő a magyar zene hullám hosszán. Bielicki-né Búzás Éva összeállítása. A tartalomból. A Filharmóniai Társaság zenekarának 100. hangversenye a rádióban. Hangversenyek Beethoven halálának 100. évfordulóján. A 12 éves Fischer Anni hangversenye. Passió a rádió nagypénteki műsorában. Bartók Béla zongora estjei a rádióban. Elfeledett zeneszerzők Lányi Ernő, Tarnai Alajos és Túri Peregrin. Operaházi hírek. Kedves hallgatóink! Sorozatunk negyedik adásában az 1927-es év első felének zenei eseményeit idézzük fel. A rádió műsorában a szimfonikus zenét főleg két zenekar szolgáltatta. A Zeneművészeti Főiskola zenekara Unger Ernő karnagy főiskolai tanár vezényletével csak nem minden vasárnap, de hétköznapokon is játszott a főiskola kupola termében. Ezeket a rádió is közvetítette. A másik, sokat szereplő zenekar a Magyar Királyi Operaház tagjaiból alakult Filharmóniai Társaság zenekara volt. Ők is szinte hetenként adtak hangversenyt a rádióban. Így történhetett, hogy 1927. februárjában már azt ünnepelték, hogy századszor szerepeltek a stúdióban. Műsorukban szimfonikus darabok, versenyművek, opera és klasszikus operett részletek, valamint zenekari kíséretes dalok voltak. A 100. hangverseny alkalmából a rádió vezetői, a hallgatók nevében is köszöntötték a zenekar tagjait és Komor Vilmos karnagyot. Kern Aurél, a rádió zenei és művészeti tanácsadója a következőket mondta. A hivatalos zenepolitikusok élükön Aponyi Albert gróffal évtizedeken át törték a fejüket, terveztek, ankétoztak, miképpen lehetne megvalósítani azt, hogy a kevésbé tehetős fővárosi középosztály, de főképp a vidék, megismerhesse a szimfonikus zene csodálatos alkotásait egy teljes zenekar színpompájában. Nem tudták megoldani a problémát. Íme itt a probléma megoldása. A kis csodagép viszi a szimfonikus zene csodáit. Hallgatja a város, hallgatja a falu, a tanya, az elhagyott vidéki kastély. És ennek a művészi hivatásnak a szolgálatába szegődtek két legelső zenei intézetünk, az opera és a filharmónia kitűnő művészei, a fiatal karnagy Komor Vilmos vezetésével. A feladat méltó az ő idealizmusukhoz, de ők viszont érdemesek arra, hogy a mai 100. jubiláris estén köszönetet mondjak nekik a magyar művészet, a rádió és a rádió minden hallgatója nevében. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának felvételei közül Erkel Hunyadi László című operájából a Nyitány egy részét forgatjuk le. Mint annak idején a 100. rádió szereplés alkalmával, most is Komor Vilmos vezényel. Thank you.
1927. március 26-án Beethoven halálának 100. évfordulójára emlékezett a zeneszerető emberiség. A budapesti hangversenyrendezők különösen kitettek magukért. Egy héten keresztül tartott a hangversenysorozat, és a zeneszerző majd minden jelentős műve megszólalt. Az évforduló estjén a Missa Solemnis hangzott el reprezentatív előadásban. Az akkori kritikus szerint a Palestrina kórus, a szólókat éneklő Tihanyi Vilma, Basilides Mária, dr. Székelyhídi Ferenc és Vencel Béla operaházi művészek, valamint az operaház hivatása magaslatán álló zenekara és a vezénylő Dohnányi Ernő, a Filharmoniai Társaság elnökkarnagya titáni feladatokat úgy oldották meg, hogy arról írni is csak a legnagyobb elragadtatás hangján lehet. E rangos művészek előadásában sajnos nem készült felvétel a műről. Beethoven halálának 100. évfordulóján elhangzott hangversenyre emlékezve az Otto Klemperer által vezényelt Missa Solemnis befejező Agnus Dei tétel részletét forgatjuk le. Előadja Elisabeth Söderström, Marga Höfgen, Waldemar Kment, Márti Talvela, valamint az Új Filharmónia ének és zenekar. Beethoven a Missa Solemnisben az emberiség számára oly fontos külső és belső békéért könyörög. Mielőtt a zene felcsendülne, hallgassuk meg, mit írt az akkori rádióújság. Beethoven halálának 100. évfordulóján a világ összes rádiói hatalmas és megható ünnepségekkel áldoznak a lánglelkű muzsikus emlékének. Meg kell állnunk, és megdöbbenve kell fejet hajtanunk e gigantikus emlékünnepénél, mert mióta a világ áll, ez az első példája annak, hogyan kapcsolódhat az egész emberiség, mind az öt világrész kultúrnépe egyetlen nagy művészi gondolat hódolatába. Ha valaha úgy most láthatjuk a rádió csodálatos hatalmát és erejét, mellyel távolságot és országhatárokat áthidalva testvéri láncba kapcsolja az egész világon elszórt emberiséget. Hallgassuk áhítattal és szeretettel a rádió Beethoven ünnepét. Olyan ez, mintha fáradt szomorú lelkünket egy ima felemelő és üdítő szépségében fürösztenénk meg.
A Beethoven ünnepség sorozat egyik hangversenyén a C-moll zongora verseny szólistája Fischer Anni volt. A rádió újság tévesen 9 évesnek írta az ifjú művésznő korát. Egy ilyen nehéz versenymű eljátszása azonban 12 évesen is csodaszámba megy. Fischer Anni egy másik szerepléséről írta a Pesti Napló kritikusa. Nem csak páratlanul muzikális, vérbeli pianista, hanem már is finom, bimbózó poéta lélek, akiből... amennyire az ilyen gyermekművésznél jósolni lehet, könnyen világhírű művésznő válhat. A kritikus jóslata valóra vált. Fischer Anni valóban világhírű zongoraművész lett. Első olyan szereplésére emlékezve, amelyet a rádió is közvetített, idézzük fel Beethoven C-moll zongora versenyét. A művésznő többször is rögzítette ezt a művet lemezen, hangszalagon. A Hungaroton felvételéről hallgassuk meg most az első tétel részletét. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Herbert Esser vezényli.
A rádió 1927-es munkatervében olvastam, hogy olyan műsorokról is gondoskodni kell, amelyeknek célja, idézem, a lelkek megnemesítése, az emberben lakozó jó felébresztése, közönyének megtörése. Ezt a törekvést kívánták megvalósítani 1927. április 15-én, nagypénteken egy passió közvetítésével. Az emberiség már évszázadok óta megjeleníti a keresztre feszítés és a feltámadás misztériumát különböző körülmények közé illesztve. Teljesen újszerű változat volt a rádió bemutató, amely különösen kifejezte a passiójáték misztikumát. Mert ez az előadás eltakarta a művészek testi valóját, és csupán az emberi hangokat, az orgona búgását, a hívek énekét, a Biblia szavait küldte a rádió hallgatók lelkébe, írta az egykori krónikás. Érdekességként említsük meg, hogy a passió előadó gárdájában Serc Ede, a közkedvelt bemondó is szerepelt. Az akkori újságíró igyekezett megtudni, nincs-e lámpaláza Serc úrnak, mert hát mégiscsak más bejelenteni az egyes műsorszámokat, mint eljátszani egy szerepet. Serc Ede válaszából kiderül, hogy nem először vett részt passiójátékban. Még 1920-ban történt, hogy Bihari Ákos, a Nemzeti Színház akkori művésze és főrendezője, passió játékot rendezett a Nemzetiben, és abban én játszottam Péter apostolt. A siker igen nagy volt. Ennek a hatása alatt még több helyen megismételtük az előadást. Így tehát csak reprízem van, amikor ismét ebben a szerepben mutatkozom be. Más színpadi produkcióban azonban nem lépek fel, mindig csak passió játékokban, akár csak az Oberammergaui Parasztok. Ezt azonban őszinte gyönyörűséggel teszem. Itt a jó alakításnak csak egy feltétele van, hogy a színészt őszinte hit és áhítathassa át, és én úgy érzem, hogy az előadás alatt tökéletesen átélem szerepemet. A passió előadása nagy és szép művészi teljesítmény volt, hiszen 70 szereplő foglalt helyet a stúdióban. A prózai szereplőkről a következőket írta a rádió újság. A nagypénteki passió grandiózus előadásában felkészültségének és elhivatottságának ünnepét ülte a Magyar Rádió. Ez a legapróbb részleteiben is finoman csiszolt, hatalmas tömegeket felvonultató és páratlanul szép hangdinamikai megoldásokkal bővelkedő passiójáték új fejezetet nyitott a rádiószínpad fejlődésének történetében. Balú Elemér Krisztusa a szeretet Krisztusa volt, akinek hangjából sejtelmes fájdalom és végtelen szerítség csengett. Pécsi Blanka a názáreti Mária szerepében azt az anyát emelte ki, akinek szava megremeg a fiát féltő gondtól, de akinek marcangoló fájdalmában is megnyugvást ad a hit és gyermeke istenségébe vetett tudata. Zólyom Jenő Ámon főpapjának beszédéből a folytott gyűlölet oly meggyőző erővel csapott felénk, hogy alakítását külön is ki kell emelnünk. A legnagyobb elismerés illeti Sugár Károlyt, Júdás, Asher Oszkárt, Pilátus, Sas Olgát, Veronika, Surányi Olgát, Magdolna szerepében, akik tudásuk teljét állították e rendkívüli jelentőséggel bíró bemutató szolgálatába. A passióba illő zenei betéteket Weigert Aladár zeneszerző állította össze, a budapesti dominikánus énekkart és kamarazenekart Badalik Bertalan vezényelte. A liturgikus zenei részletek mellett ismert zeneszerzők egyházi művei is megszólaltak. A szép műsorra emlékezve csendüljön fel Liszt Ave Maria című kórusműve. A Magyar Rádió énekkarát Sapszon Ferenc vezényli, az orgonaszólamot Lantos István játsza. Thank you.
Bartók Béla rádiós hangversenyéről is beszámolunk. 1927-ben először március 9-én szerepelt Bartók Béla a rádióban. Néhány kevéssé ismert barokk szerző Farnaby, Pesetti és Paradisi műveivel kezdte. Majd Mozart D-dur és Beethoven F-dur szonátáját, valamint Chopin B-moll szkercóját, végül saját kompozíciói közül a Vázlatok című sorozat negyedik darabját, a három szlovák népdalt és az improvizációkat játszotta el. A Spanyolországból hazatérő zeneszerző nagy érdeklődéssel várt következő hangversenyére április 27-én került sor. Majd a koncertidény nyári szünete előtt május 23-án is koncertezett a rádióban. Scarlatti három szonátáját, Mozart A-dur és Beethoven D-dur szonátáját, Kodály Opus 11-es Zongora muzsika című darabjait és végül Chopin G-moll balladáját adta elő. Itt jegyezzük meg, hogy Bartók életének krónikája szerint a zeneszerző egy levélben azt írta, hogy április 9-én rádió szereplése lesz. Erről azonban nincs adat. Viszont április 27-én a rádióiság tanúsága szerint a következő Beethoven művek szerepeltek műsorában. Az Eroika változatok, az Opus 126-os 6 bagatel és az Appassionata szonáta. Az 1927. május 23-i hangverseny műsorából idézzük fel Scarlatti B-dur szonátáját Bartók Béla előadásában. A rádió több magyar zeneszerzőnek is alkalmat adott, hogy szerzői est keretében mutatkozzék be. Műsorunkban Lányi Ernő, Tarnai Alajos és Túri Peregrin mára már feledésbe merült zeneszerzőkre emlékezünk. 1927. március 10-én Lányi Ernő szerzői estje hangzott el a rádióban. A műsorról a következőket írta a rádió újság kritikusa. A Lányi Ernő emlékünnepély programját olyan bőkezűséggel állították össze, amelyre még alig volt példa a rádió történetében. Marsalkó Rózsi, dr. Székelyhidi Ferenc, a Magyar Királyi Operaház tagjai, valamint a legkiválóbb magyar gordonka művészünk, Kerpeli Jenő állították tudásuk legjavát Lányi Ernő gyönyörű szerzeményeinek szolgálatába. Polgár Tibort, a stúdióban szereplő énekesek, vonós művészek kiváló kísérőjét már rég ismerjük. S most megismerkedtünk Polgár Tiborral, a zongora művésszel. Ez új alakjában is osztatlan elismeréssel fogadtuk, és méltán, mert megérdemelte. Az acél hang dalkör számairól hasábokat lehetne írni. Ilyen precíz technikájú, végtelen finoman kidolgozott dinamikájú férfikart még nem hallottunk a rádióban. Szerettünk volna Noszeda Károly karigazgatóval és a kar valamennyi tagjával kezet szorítani, hogy megköszönjük azt a feledhetetlen élvezetet, melyet nekünk, a rádió közönségének szereztek. Lányi Ernő nevét ma már ritkán lehet hallani. Színházi karmester, zenetanár és templomi karnagy volt. Kantáte címen vegyeskari egyházi énekgyűjteményt adott ki.
néhány kamara és zenekari művön kívül számos dalt, zongoradarabot és kórusművet írt. 1923-ban halt meg, 62 éves korában. Lányi Ernő művei közül a Rádió Hangarchívumában csak néhány dal található. Ezek közül most Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versére komponált dalát forgatjuk le. Medgyaszai Vilma énekli, aki a régi, úgynevezett irodalmi sanzonok hivatott tolmácsolója és korának egyik legjelesebb előadó művésze volt. Zongorán Török Emil kíséri. Az ég legyen ti véletek, Üllői úti fák, borítsa lombos fejetek, szagos világos fergetek, ezer fehér virág. Ezer fehér virág, ti adtatok kedvet túsát, ti voltatok az éjfiúsát, Üllői úti fák, Üllői úti fák. Másoknak is így nyíjatok, Üllői úti fák, szívják az édes illatot, a balzsamos az altatot, az estóráin át, az estóráin át, ne lássák a búciprusát. Higgyék, öreg az éjfiúság, Üllői úti fák, Üllői úti fák. Haldoklik a sárgult határ, Üllői úti fák, nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csirát. Hová repül az ifjúság? Felejjetek, dús lombú fák! Üllői úti fák. Március 1-én volt Tarnai Alajos szerzői estje. A kritika szerint az utóbbi időben gombamódra szaporodó dalszerző dilettánsoknak a közönség türelme elleni ádáz rohamai közepette valóságos felüdülésképp hatott egy kiválóan tehetséges zeneköltőnk Tarnai Alajos szerzői estje. Hangulatos finom dalainak művészi tolmácsolói Bazilides Mária és Molnár Imre ugyancsak öregbítették a szerzői est sikerét. Május 24-én egy másik dalköltő mutatkozott be Turri Peregrin személyében. Turri Peregrin dalai hol halkszavú, hol széles elgondolásokra alapozott, de mindig lélekből fakadó érzések megragadó erejével hatottak. A fúvósok és a hárfa bravúros alkalmazásával átlépi a zene szorosan vett lírai határait, hogy biztos lábon álljon a drámai régiókban is. Szerzői estjének sikerében Szabó Lujza opera énekesnő és az Operaház kamarazenekara méltán osztoztak. Most pedig operai hírek következnek. 1927. február 16-án mutatták be a Magyar Királyi Operaházban
Szabados Béla Fanni című négy felvonásos operáját. Szövegét Kármán József Fanni hagyományai című műve alapján Mohácsi Jenő írta. Idézzünk fel egy részletet a kritikából. Radnai Miklós igazgató múlhatatlan érdeme, hogy az Operaház egyre több magyar dalművet visz sikerre. A Hári János jó ízű ősi népiessége után magyar művészetünk széles skáláját jól esően igazolja a most bemutatott Fanni, Szabados Béla és Mohácsi Jenő magyar barokk operája. A szövegíró Mohácsi szerencsés kézzel nyúlt hozzá Kármán Fanni hagyományai levendula illatú hangulatához, amelyet hű zenei aláfestéssel követ Szabados, a nagy stíluskészségű zeneszerző. Az egész dalmű igen helyesen inkább hangulatkép, az események is csak a hangulatváltozások igazolására szolgálnak. De, ha végighallgattuk, egy darab színes és érzelmes régi Magyarországgal szívünkben távozunk az operából. 1927-ben mutatta be az Operaház Magyarországon először Verdi Falstaff és Puccini Turandot című operáját. Május 2-án a bemutatókat megelőzve rádióhangversenyen hangzottak el részletek a két műből. Az előbb említett Tarnai Alajos és Turri Peregrin zeneszerzők művei már évtizedek óta nem szerepelnek a rádió műsorában, és sajnos hangarchívumunkban egyetlen felvételük sem lelhető fel. Szabados Béla Rika című operettjének egyik dala pedig már elhangzott sorozatunk előző adásában. Verdi Falstaff és Puccini Turandot című operája viszont az 1927-es magyarországi bemutató óta nagyon sokszor csendült fel mind az operaházban, mind a rádióban. Most Puccini Turandot című operájából az első felvonás fináléját szólaltatjuk meg. Előadja Orosz Júlia, Simándi József, Réti József, Kishegyi Árpád, Melis György, Antalfi Albert, a Magyar Rádió énekkara és a Magyar Állami Operaház zenekara Lukács Miklós vezényletével.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsoridőnkbe. Sorozatunk következő adásában az 1927-es év további zenei eseményeit idézzük fel. Viszont hallásra! Rádiófónia. 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán, 1925-től 2000-ig. Bielickiné Búzás Éva összeállítása hangzott el. Közreműködött Korbuj Péter, zenei munkatárs Weiler Szilvia. Rendezte Kővári Katalin, szerkesztette Varga Ferenc.